Zsúfolásig telt meg a perbális sportpálya. Elsősorban a kicsik mérhetik össze a tudásukat a többi csapattal. Mi történik most? Most rendezzük meg a hagyományos, már talán 8.-10. alkalommal ezt a kölyök kupát, ami úgy indult, hogy a testvértelepülésünk, Burgvádi testvértelepülés egyik tagtelepülése Bottendorf, ott már ezt még régebb óta megrendezik ezt a kölyök kupát, oda kaptunk meghívást anno sok évvel ezelőtt, és ebből kialakult egy olyan hagyomány, hogy viszonozzuk ezt a meghívást, mint felváltva, egyik évben itt, másik évben ott, és amikor ők ide érkeznek, akkor egy kis tornát rendezünk, a környebeli települések kölyök csapatait is meghívjuk. Több korosztály képviselteti magát ezen a kölyök kupán? Igen, most éppen két korosztály van egy 8-9-10 évesek, és vannak a nagyobbak, a egész 14 évessel bezárólag. Van, amikor csak egy korosztály, de most annyi jelentkező volt, hogy két korosztályban is megrendezik. Ha már ide látogattak a testvértelepülésről, vannak egyéb programok, amivel megvendégelik az ideérkezőket? Hogy végeztek a gyerekek, akkor a felnőttek, a kísérők, a szülők is egy barátságos mérkőzésen összemérik erejüket, és hát közben itt eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat. Egyébként a delegációt, a német testvértelepülés delegációját elkísérte egy népes, sokkal népesebb kísérő csapat, tehát 12 gyereket, 30 felnőtt kísér, hogy jól tudjanak rájuk vigyázni. A polgármester úr, egyéb előjárók, egyesületek vezetői, díszpolgárunk, tehát sokan vannak itt. Nekik 4 napon keresztül különböző programokat szerveztünk, Budapesttől elkezdve a Lázár-lovas tanyáig, a Telki edzőközpontot megnézték, a Felcsúti stadiont, és nagyon-nagyon sok ilyen érdekes programon. Esténként együtt beszélgettünk, mulatoztunk, úgyhogy elég tartalmas 4 napot töltenek itt. Alig 2 hete voltunk kint, mi is egy kisebb delegációval, mi csak 24-en voltunk, de rendszeresek ezek a találkozók. Nem sokára szeptemberben diákcsere kapcsán utazunk ki egy kisebb küldöttséggel, és már szervezzük a jövő évi, illetve a 2 év múlva esedékes programokat is. Minek köszönhető ez az erős szövetség, ez az erős barátság a két település között? Az egész onnan indult, ugye, hogy Ferbáról is, mint a környékbeli települések közül sok helyről kitelepítették 1946-ban az itt élő német sváb lakosságot, és a rendszerváltás után, jellemzően a rendszerváltás után ezek a még kint élő perbáli, vagy itt Magyarországon születettek kezdeményezték általában, így Perbálon is így volt, de mára ez már átalakult, mondhatni már többségben vannak olyanok, akiknek nincs perbáli kötődése, tehát nem itt születtek, nincsenek rokonaik, viszont barátokra lehettek közösen, és most már olyanok mozgatják ezeket a kapcsolatokat, akik kívülről kapcsolódtak be, és mondom, én azt mondom mindig, hogy az a lényeg, hogy ne csak egy-egy emberhez kötődjön, hanem nagyon sok szálon alakuljon ki, így mint a mai nap egy sport kapcsolat, aztán van zenekarok, tehát ilyen kulturális kapcsolat, van diák kapcsolat, tehát sok szálon, és reméljük, hogy továbbra is ilyen jól fog működni. Hogy érzi magát a delegáció itt Perbálon? Nagyon szívesen jönnek Perbálra, mert mindig nagyon szívesen látják őket itt. 18 éve van partnerkapcsolat Burgwald és Perbál között, és minden évben próbálnak egymáshoz utazni oda-vissza. Minek köszönhető az, hogy 18 év alatt sikerült megtartani, vagy akár erősíteni ezt a barátságot a két település között? Partnerschaft wächst immer weiter durch neue. Többféle lehetőség van, hogy tudjuk a kapcsolatot tartani. Először is a partner iskolai kapcsolatok, tehát a diákcserés programok, illetve zenekarok között, nekik is van egy zenekaruk, és itt a Dikkesvénen, és a focin keresztül is természetesen. Milyen jelentősége van annak, hogy mind a labdarúgáson, mind pedig az iskolai cseleprogramokon keresztül, mind a perbáli
és mint pedig a német fiatalok meg tudják egymást ismerni. Nagyon fontos, hogy a fiatalok tartsák egymással a kapcsolatot, mert így tudjuk továbbvinni ezt a partnerságot. Nyilván, hogyha idősödne, akkor ez kihalna egy idő után, ha mindig csak az idősek vennének ebben részt. Ezért fontos, hogy a fiatalok, és mindig bevonjuk a fiatalokat ebbe. Önnek mi volt a legkellemesebb élménye Perbálon, hogy egy kicsit bulvárosan zárjuk az interjút? Minden látogatás nagyon jó volt, tehát nem tud egyet kiemelni, mert mindig nagy lelkesedéssel jön Perbára. Hogy tetszik idáig a Kölyök Kupa? Milyen eredményeket sikerült elérnétek a Budakalászi csapattal? Hát háromszor sikerült nyerni, egyszer sajnos vesztettünk, és volt egy döntetlen. Milyen szuvenírt kaptatok a mostani fellépés folyamán, a mostani mérkőzés, a kupa folyamán? Bottendorf német csapattól kaptunk egy zászlót. Mi lesz ennek az zászlónak a sorsa? Fász Budakalászon és oda kidesztéve. Jó emlék fűződik ez a zászlóhoz? Igen, jó. Sikerült őket legyőzni? Igen.